A Kistaleki Árpád fejedelem katolikus gimnázium és szakgimnázium május 4-én lezajlott ballagásának egyik részletét tekinthetik meg, ahol a búcsúzó osztály két tanulója, valamint osztályfőnökük elevenítette fel az elmúlt pár év legszebb pillanatait. Most pedig hallgassunk meg egy verset Mihály Dominik 12. A osztályos tanuló előadásában. Horváth Varga Sándor, amit az élettől akarok. Remélni jót és alkotni szépet. Boldognak látni minden népet. Megetetni az összes éhezőt, virággal ültetni be tarmezőt. És meglocsolni a sivatagot. Ez, mit az élettől akarok. Békében nevelni sok gyermeket, s ne legyen rémisztő a rengeteg. Fény gyújjon fel az agyakban, s az ember ne ilyen akaratlan. Csak az örömök legyenek nagyok, ez, mit az élettől akarok. Emlékezni arra, mi régen volt, becsülve tisztelni az öregkort. Mert tapasztalás tanít jövőt, és erős voltam azt a sertülőt. Hogy városokat ne fedjen el homok, ez, mit az élettől akarok. A vérnek legyen végre értéke, és nem kérdezve, hogy kértéke. Csak adni magadból őszintén, hogy kísérjen a tudás, a fény. És a gyermekek legyenek boldogok, ez, mit az élettől akarok. Kérem, legyen minden nap ünnep. Hogy könnyed, nem fájdalmak szülnek. Legyen hit, megértés, szeretet, béke. Hisz az életnek van valódi értéke. Így büszke lehetek, hogy ember vagyok. Ez, mit az élettől akarok. Köszönöm. Felkérem Szabó Péter, hogy mondja el a 12. osztályosok nevében a búcsú beszédét. Tisztelt tanáraink, diáktársaim és kedves megjelent vendégek! A mai napon, ahogy itt állok önök előtt, egyszerre érzem magam megtisztelve és szomorúan. Megtisztelve, mert lehetőségem adódott, hogy én mondhassam el ezt a búcsú gondolatot, de szomorúan, mert az én dolgom ezzel együtt köszönetet mondani mindenki nevében. Amit világnak nevezünk, úgy tűnik, hogy a végtelenségig nyúlik, de valójában hihetetlenül szűk. Egy rész, mit magadból megláthatsz. Egy rész, melyet érezhetsz. A világ nem valami, amiben minden el van tervezve, a világ, amit te alakítasz. A te saját világod, aminek kialakításában jelentős szerepet játszik a középiskola. A fontos dolgok sosem változnak, akárhova is mész. Így mentek az évek, és ahogy közeledett az érettségi időszaka, a barátaimra és az osztálytársaimra gondoltam, akikkel ezt a 4 évet, éjjelemet, nappalomat töltöttem. Nem fogom elfelejteni, vagy akár megbánni azokat a napokat, amiket veletek töltöttem. Iskolán belül és kívül is mindig jól éreztük magunkat, és ahogy az estében sétáltunk és megpillantottuk a felkelő nap sugarát, tudtuk, hogy vár ránk az iskola, és persze az utána megérdemelt pihenés. Hiszen 36 órát alvás nélkül tölteni még nekünk is megerőltető volt. Néha azt kívánom, bárcsak visszamehetnék az időben, hogy még egyszer ott lehessek azon az éjszakán, mikor az esztergomi bazilika melletti rögbipályán telitorokból énekeltünk, és hagytuk el előszeretettel a fontos dolgainkat az utcán. Mindenképp az agyamba vésődött örökre. Az emberek furcsa mód szeretik érthetetlen szabályokhoz kötni magukat, de mi akkor is gyerekesek voltunk, és a pillanatnak éltünk. Sose gondoltunk a holnapra, vártuk a dolgokat, hogy történjenek. Reménytelenek voltunk, csak a társaságnak éltünk, legyőzhetetlenek lettünk azáltal, hogy mindenki a másikat tartott a szem előtt. Erősek is voltunk, mert egymásra támaszkodtunk, együtt, a világ ellen, saját szabályainkkal játszva. Kedves, most már volt diáktársaim! Én azt ajánlom, ti is legyetek gyerekesek,
Legyen pár esti kimaradásotok. Próbáljatok ki mindent, mindenhogy, de arra figyeljetek, hogy az fog titeket tiszteletre méltóvá tenni, hogy tudtok felelősséget vállalni a tetteitekért. Kedves Kudáki Jó tanárnő! Ezúton szeretném megköszönni az összes támogatását, segítségét, az iránymutatását és azt a rengeteg tudást, amelyre tanárnő nélkül sohasem tehetünk volna szert. Hálásak vagyunk azért, hogy mindig bizalommal fordulhattunk Önhöz, bármilyen problémáról volt is szó. Köszönjük, hogy bízott bennünk és bátorított minket. Ahogy Mici Mackó is mondta, szerencsés vagyok, hogy van valami olyan dolog az életemben, amelytől nehéz elbúcsúzni. Most Kudák Éva tanárnő, a végzősök osztályfőnöke következik. És egy rövid kis verset elmondom. Kedves 12. A, kedves osztályom, fogadjátok búcsúzóhoz szeretettel ezt a rövid kis verset. Tóth Marianna, búcsúzó. Múló idő távolából, hogyha visszanézel, találkozol majd megsárgult, kedves régi képpel. Látni fogod az arcokat, egytől egyig mindet, tőlük kaptál ajándékul sok-sok drága kincset. Mosolyt, jó szót, imádságot, hittel és reménnyel. Példát kaptál emberségből, igazi erénnyel. Ha az utad máshová visz, emlékezz a jóra. Emlékezz a szeretetre, és csak az igaz szóra. Munkádra és életedre mi most áldást kérünk, mikor ránk gondolsz néha, mondj egy imád értünk. A búcsúzás úgy gondolom nem végleges, de egy új útra indultok, de ez az iskola mindig visszavár, és én is visszavárlok veleteket bármikor. Isten áldását kívánunk az életetekre, sok-sok vidámsággal, örömmel, sikerrel és erővel. A Vakvezető Kutyák Világnapja alkalmából kérdeztük Kurucsai Szabolcsot, aki mesélt nekünk kutyája Elvis érkezéséről, valamint a vakvezető kutyák betanításáról. Április 27-e a Vakvezető Kutyák Világnapja. Kurucsai Szabolcsot kérdezem ennek részletéről, hogy milyen is egy ilyen kutyával az élet, és mit tudhatunk erről. Először is köszöntelek. Hogyan is került hozzád Elvis, és miben segít neked leginkább, hogyan érzed, hogy erőt ad? Hát azt tudni kell, mondjuk, hogy majdnem 10 éve lesz lassan, nem látok, és én előtte fehér bottal közlekedtem.
És mindig láttam azt, hogy mennyivel rugalmasabbak és gyorsabban tudnak közlekedni azok a látásra, akiknek kutya van a kezükben, nem fehérbot. De én azt gondoltam, hogy hát bízom az életemet, vagy bármit, vagy magamat egy kutyára. És egyszer találkoztam egy olyan vaksráccal, aki nagyon-nagyon könnyen és rugalmasan közlekedett kutyussal, és tényleg úgy vakfedett világtalant, én fogtam meg a könyökét, és ő meg a kutyát fogta, és úgy jutottunk el A pontból B pontba, és akkor utána kipróbáltam a kutyust, és rájöttem, hogy mennyivel egyszerűbb ez az élet, meg ez a közlekedés. Mert például, ha leesik egy 20 cent is, hogy az ember a bottal tapogat, ha lehet ilyet mondani, hogy kopogtat, és leesik egy hó, akkor megszűnik a hang, akkor nem tud menni A pontból B pontba, de a kutya akkor is elvisz, ha már elviszel. Névre hallgatok, úgyhogy elvisz bárhová. De azért az emberek általában tévednek, mert azt képzeltek, hogy az elvisz, tehát a kutya tudja az utat. És akkor többször tapasztalom azt meg a közlekedés során, hogy amikor kérdezem, hogy zöld a lámpa, vagy mi merre van, akkor az emberek mutatnak a kutyának, hogy a kutya majd megmondja nekem, hogy merre szeretnék menni, holott nem GPS, és nem ő tudja az utat, hanem nekem kell tudni az utat. És egyébként a kutyás kiképzésről azt kell tudni, hogy Magyarországon kettő iskola van jelenleg, mert két helyen képeznek a kutyát. És ez úgy működik, hogy a vakfedett kutyának az apja, hogy jó vérvonallal kell, hogy rendelkezzen, és az kutya választ gazdit, nem a gazdi választja a kutyát, tehát Elvis választott ki engem annak idején, most lassan már 4,5 éve van velem, és körülbelül a nevelőgazdinál kerül, nevelőgazdi az olyan 8 hónapig van egy nevelőgazdinál, aki nem képzi a kutyákat, csak más ingert ad a kutyának. Ez azt jelenti, hogy sportol vele, tömegközlekedik vele, lakásban tartja, egy kötelező egy macskával felnőni, egy kis tiszával nőtt fel az Elvis is, azért, hogy neki ne legyen ellenség a macska. Utána megszűrik a kutyust, és hogyha átmegy a szűrőn, akkor utána kiképzőhöz kerül. Ez a kutyától függő, olyan 8-10 hónapig képeznek ki egy kutyát, tehát olyan másfél-két éves korban lesz idézőben kész egy kutyus, és akkor keres a kutya a gazdát maga mellé, ha lehet ilyet mondani. Általában milyen fajta kutyák ajánlottak erre a kiképzésre, és hogyan lehet... Ha valaki ilyen kutyát, például is te hogyan jutottál hozzá? Most jelenleg már csak a labradorok jók erre, meg a goldenek. A német juhászok is lehet túltenyésztés áldozatai lettek, és most jelenleg csak ez a fajta jó. És ennek idején én beadtam mind a két helyre a papíromat, a jelentkezésemet. Annyit kell tudni, hogy Csepelen, az Csepeli iskolában jelentkezési sorrend van, 56. voltam a sorban, tehát olyan 4-5 évet kellett volna várnom egy kutyára, ahhoz szépen adják a kutyusokat, úgy csökken a létszám. Miskolcon, ahol ez az Elvis kaptam, ott úgy működik pedig, hogy ha van megfelelő kutyus, és hozzá megfelelő gazdi, akkor ott könnyebben lett kutyához ütni, és szerencsém volt, mert nem volt protekcióm, és egy olyan jó erős fél éven belül volt. Úgy pont szerencsém volt, hogy az Elvis akkor elkészült, és így hoztam, és így megkaphattam, de ez is úgy működött, hogy hoztak hozzám, akkor még Szegeden laktam egy kutyust, közlekedtem vele, akkor, és akkor mondták, Szabi, ez nem a te kutyád. Be kellett menni egy boltba, föl kellett szállni tömegközlekedési eszközre, menni kellett egy jó pár kilométer gyalog. Utána hoztak még egy kutyust, mondták, azt se az enyém, és az Elvis hozták harmadszor, amikor azt mondták, na Szabi, ez lesz meg a te kutyád, hogyha befejezik a kiképzés. És hát mi a probléma az, hogy miért van kevés kutya, mert hogy hát olyan körülbelül olyan majdnem 20 ezer vak él Magyarországon, és összesen csak 140 pár kutya van. És ennek az az oka, hogy nincs elegendő kutya, a másik pedig az, hogy nagyon sokba kerülünk, 2-2,5 millió forint egy kutya kiképzése. Ez a két probléma ezzel. Amit elfejtenek még, hogy hámban nem simogatunk kutyát, és a kutyába bemehetsz bárhová Magyarországon, bármilyen üzletbe, felszállsz tömegközlekedés, és többi. Ahogyan mondtad, hogy Elvis volt a harmadik, és végül ő került hozzád, mitől függ ez? Hogyan érezted azt, hogy vele szeretnél, vagy... Miért mondták, hogy mondjuk az első kettő nem? Hát igazából az, hogy nem kötötték az orromra, hogy mit figyelnek, mert hogy jött a kiképző, és jött az iskolának a tulajdonosa utánam, miközben én közlekedtem, és nekem csak annyit mondtak, hogy Szabi, ezt elviszük. Nem dolgozott jól együtt, vagy nagyon húzott, vagy nem mondták meg, csak annyit mondtak, hogy nem a te kutyád. Én nekem mind a három kutya egyforma volt, mert hogy annó még az Elvis is zöldfülű volt, én is zöldfülű voltam. Tehát addig bottal közlekedtem, és utána meg egyszer meg kellett tanulni kutyával közlekedni, és nem vettem annyira új volt még az egész. Az most ez a 10-20 percig közlekedsz egy kutyával, az nagyon újdonság, és csak annyit mondtam, hogy nem a tiéd, és még azt tehát el szeretném mondani, hogy körülbelül 3-4 hónap volt, még összeszoksz egy kutyával, még összeszoktam az Elvisszel. Addig mentünk jobbra-balra idézőjelbe, mert hogy a kutya is zöld fül volt, és én is, és hát magyarul parancsokat ért a kutya, szóból tudod irányítani. Ha te elrontod, a bal helyet jobbra navigálod, akkor nem a kutya a hibás, akkor te rontottad el. De hát vissza kell menni, és mindig meg kell tenni a helyes utat. Magyarul fejben kell lenni mentális térképnek, és soha nem az Elvis tudja az utat, mert akkor mindig a kolbászboltba. Kutyával mennyivel másabb a közlekedés? Sokkal rugalmasabb. Azt kell tudni, hogy botos közlekedésnél,
hogy van egy vakembernek egy merev tartása, mert ugye állandóan ott van kezében, és mindig azt gondolja, hogy valaminek talán neki megy, ha lehet mondani, tudat alatt. A másik pedig az, hogy mindig nagyon-nagyon kell figyelni, amit meséltem, hogy mentális térkép, mindig nagyon kell figyelni az útra, az információkra, arra, hogy a bot végén, míg eljut az információ, az eddig az töredéke, és nincs közben zenehallgatás, beszélgetés, facebookozás, semmi, mert hogy egyfolytában az utat kell pásztázod, és ott kell lenned agyban. A kutyás közlekedésnél is ott kell lenni agyban, és a botot is te irányítod, és ha lehet, a kutyát is te irányítod, de viszont ha belóg egy gyerek, akkor a kutya kikerüli, hogyha ott egy dísztócs kikerüli, hogyha gyík van egy aknafedő, azt is kikerüli, ha patka van, kikerüli, ha zebra van, megáll előtte, ha az ember betolja a gurulós bőrröngyét, akkor már a kutya ösztönből kerül, tehát a kutya lát helyetted. És az egész más, nem dönt helyetted soha, ha lámpán ülünk, nem mondja meg, hogy zöld a lámpa, de elejön a lámpa előtt, és várja azt, hogy mikor kell parancsot adni neki. Tehát sokkal-sokkal könnyebb a közlekedés. De mondjuk egy példát, leesik egy, itt vagyok Kisfeleken, bejárok Szegedre masszírozni, felébredek reggel, leesett egy 20 centis hó, ott a bot a kezemben, ha ott a hó, amit mondtam, ott nem nincs közlekedés. Akkor vagy valakivel elvitheted magadat, vagy meg elkísérteted, vagy maradsz otthon a fenekeden. Az elvisz, akkor is elvisz engem, mert attól függetlenül ő tudja, hogy merre kell, és neki nem akadály a 20 centis hó. Tehát sokkal könnyebb a kutyás közlekedés, sokkal. Jó, mint egy gyerek olyan, teljesen 20 éve ott van veled, mindig ott lóg a nyakadon, ha lehet én mondani, de a kutyának a legnagyobb szerelem az, hogy a gazdájával legyen. A botot az ember bevágja egy időbe a sarokba, és onnantól kezdve nem kér kenyeret. Tehát egy egész más. De hát amivel többet kell odafigyelni, hát ha valaki szedte az állatokat, ez meg nem probléma. Nem teher. Ugye, amikor reggel elindultok bárhová is, akkor igazából egy munkatársként van melletted a kutyus, de miután hazaértek, már teljesen családtagként van. Mesélnél erről egy picit? Évben. Mert ugye általában munkakutyáknak mondják a vakettő kutyákat, és egy katonás rend az élete, és amikor a hám rákerül, akkor ő nagyon-nagyon jól tudja is, hogy nincs bulizás, nincs lazsálás, olyankor csak meló van. És neki is biztosítani kell a szabadságot, ki kell lazítani, el kell menni labdázni, el kell vele menni, sétálni. Amikor őnek is kell az idő, amikor sima kutya tud lenni, tehát de hát nem munkakutya, és nagyon is igényli az elvisz a kutyás társaságot is, a bulizást is, meg a sok csavargást is. Úgyhogy nem szabad mindig annyira terhelni, meg hát na, ő is kell, hogy kutya legyen. És még azt nem mondtam el, hogy mert itt dolgozik egy vakvezető kutya, hát körülbelül mi megnem unja a munkáját, az azt lehet mondani, hogy látszik majd rajta, hogy belustul, látszik, hogy netán fájnak az izületei, vagy amikor azt mondja, hogy figyelj, már 10 év óta közlekedem, hagyjuk, már én már kezdem unni, nekem már nincs kedvem menni. Azt észre szokták venni általában a vakemberek, és olyankor, ha szereti ezt a fajta közlekedési formát meg a kutyát, akkor kér egy másik kutyust, és olyankor nyugdíjba kerül a vakvezető kutya. Ez olyankor végkérdez az iskola, hogy megtartod, általában nem szokták megtartani, vagy oda tudod adni, vagy visszatod az iskolának, vagy oda egy olyan barátodnak, vagy ismerősödnek, akinek rá tudsz nézni sűrűn a kutyára. Mert hogy két dudás nem fér meg egy csertába, és hiába kész egy másik kutyát, akkor mondjuk az a kutya, aki addig közlekedett, nem fog érteni, azért még próbálkozik, meg ő még leuralná az új kis kutyát, aki magad mellett van. Tehát ez egy ilyen, sajnos ez egy megint törés, nekem ez az első kutyám, nem tudom, biztos nagyon rossz érzés lett az, hogy megvárni attól, aki addig mondjuk 5-10 évig segített neked, és ő volt a szemed. De hogy döntenél ilyen helyzetbe, hogyha... Most lesz májusban 6 éves, tehát az Jóisten tudja, mennyi van még benne. Hát én Gödöllőnak a feleségem szülei, én azt gondoltam, hogy majd Gödöllőre viszem el, mert ott aranyélete lesz. Ott aztán vannak túrái, lehetőségek, erdők, stb. Kertesházban laknak. Nem tudom, ez rossz, biztos igen. Nekem is rossz, ez egy rossz dolog. Hogy hát akkor, na most már nem kell lesz, ha lehet ilyet mondani, de kell ő. Hát, még soká lesz. Haza szeretnék menni? Igen. Akkor azt súgom a kutyának, hogy gyerünk haza, akkor ő már megyünk is haza? De. Vagy azt súgom neki, hogy gyerünk el a kávézóba, akkor szaladunk a kávézóba, vagy gyerünk a... Ha? Ki tudja az utat? Tudjátok, ezt meséltem. De. Ahogy, mindig is. Sose a kutya. A kutya azt csinálja, amit mondod neki. Ha ott nem mondasz semmit, akkor nem tudja, hogy te most a kolbászból mész, vagy épp a játékból. Honnél tudja, hogy a szegény? Nem is tudja, miről beszélsz. Ja. Így van. Úgyhogy így működik a kutyás közlekedés. Képzeljétek. És amit tavaly találkoztunk, meséltem arról, hogy milyen iskolába iratkoztam le. Vagy akkor ez... Nem. Mi tavaly június és májusban találkoztunk vele, ugye? Aha. És azt tudjátok, hogy azóta én szakács lettem? Képzeljétek el. Ez elképzelhető szerintetek úgy, hogy valaki nem lát. Úgy főzösként? Nem. Nem? És ha azt mesélem neked, hogy tegnap voltam székotosan egy táborban, ahol 27 gyerek volt, és 100 szilvás gombócot készítettünk. Képzeld el. Ja, most végeztem 3 hete a
szakács szakmával. Tudod, ez is azért van, hogy vakon is lehet főzni és élni. Oké. Na elvisz ki, mutassunk valamit. Nem a macskát kell mutatni. Fordul. Úgy. Ül. Vannak ezek az alap dolgok, tudjátok. Mondtam, hogy ül. Fekszik. Nem kell betörődni a macskára. És mindig falatkát jutalmazom, és falatkáért dolgozik. Meg azért tanult mindent, meg ül. Áll. Ül. Oké. Mindig minden falatkáért. Úgy tanították, hogy ha dolgozik valamit, falatka. Na elviszke. Előre? Nem. Előre. Előre. Jobbra. Előre. Jobbra. 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 Nem akar annyira, mert most ott az inger. Előre. Előre. Elengedem a hámot, kutya mindig visszajön. Igen, igen, igen. Macskát lát arra, ugye? Most nincs, valami nincsen, csak érzőszer. Nyugi, fekszik. Olyan 4 méter van nekem körülbelül? Hm? Kettő? Úgy jó, ugye? Hozd már ide elvisz. Hozz ide. Kérem. Okos, gyere ide. Oké. Ügyes kutya. Szépen. Tudod, minden falatkáért. Bújik. Ne. Bújik. 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 Nem volt. Jó, elrontottad. Gyere vissza. Bújik. 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 Úgy néz. Látjátok? Ül. Nyugodtan. Szépen. Na, elviszke. Mar. Ne. Fekszik. 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 Nyugi. Nyugi. Bújj. Bújj, 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 bújj. Ide lefekszik. Visszabújik ide. Bújj. Bújik itt. Ne. Bújj. Úgy. Lefekszik. Itt bújik át. Itt. Úgy. Gyerünk, gyerünk. Úgy. Lefekszik. Nyugi. Nem kell beszörögni. Nyugi. Az a baj, hogy kicsit pörgös, szegényként. Gyere csak ide. Kaja mindig a kezedbe, és tapadunk, és tapadunk, és tapadunk. Szép lassan. Oké, még mutatok egyet. Gyere ide. Fekszik. Nyugiban. Nyugiban. Emlékeztek erre. Egy falat ide. Egy falat ide. Egy falat ide. Elvisz. Ott van még az órán? Másik oldalon. Vissza. Túlságosan nyalja az órát, nem? Nem azért? Jó van, elvisz, nem szenvedtek. Na, megérhetem. Április 19-én húsvét alkalmából keresztúton vettek részt a kisteleki hívők. Az erről készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. Lépző fejed, alajba csüggesztve. 12. állomás, Jézus meghal a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. A halál titkának feltárulkozása ez az állomás. A szeretet erős, mint a halál,
sőt annál is erősebb. A szeretteink elvesztésének fájdalmára ez az orvosság. A család szeretetének és hitének legnagyobb próbája szeretteink halála. Az időskor a súlyos betegség természeténél fogva könnyebbé teszi a halál elfogadását. De a váratlanul vagy fiatalon elköltöző családtagok halála szörnyen felháborít, értelmetlennek látjuk és lázadunk. Vannak családok, akik a gyermeket meg akarják óvni a halál szörnyűségétől. Vannak kultúrák, amelyek ki akarják iktatni a halál valódiságát az életükből. De csak egy jó megoldás van. Szembenézni vele, és felvállalni Krisztussal. Akkor nem lesz törés sem a gyermek lelkében, sem a szeretet kapcsolatban, sőt, Krisztusban folytonos marad a kapcsolatunk, mert mely a halálnál is erősebb és tartósabb. Krisztus halála a mi feltámadásunk. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj. 13. állomás. Jézus testét leveszik a keresztről, és anyja ölébe fektetik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. A gyermekét elvesztő anya állomása ez. A természet rendjét felforgató titok. A keresztől való megszabadulás mégsem a végső megoldás. Az élet rendje szerint úgy kellene, hogy történjen, hogy a gyermekek temetik el a szüleiket, és nem fordítva. Mégis hányszor felforgatja a kíméletlen halál ezt a rendet? Hány édesanyja tartotta már karjában gyermekét, Mária óta? E mérhetetlen fájdalomra nincs sem emberi magyarázat, sem földi vigasz. A halált tartani ölükben, ahonnét az élet fakad. Csak isteni magyarázat van rá. Nem halt meg örökre, fiad él, fel fog támadni. Ez az isteni válasz. Sokszor megszabadulunk a keresztül, de mit sem használ, ha a halál fogjai maradunk. Önmagában ez még nem elég. Szívünk többre vágyik. Ezt a többre vágyást ki ne oltsátok lelketekből, gyermekeitekből. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj. 14. állomás. Jézus testét a sírba teszik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. A sírok titkának állomása ez. A földbe hulló mag bátorságának titka ez. Az Isten hallgatásának beszédes üzenete. A sír bejárata elé még követ is gördítenek, mely elzárja a bent levő és a kint levők egymás felé vezető útját. A kő elhomályosítja a látást életünk nehéz, sötét pillanataiban, amikor szeretteink sírja fölött állunk. Erősen próbára teszi hitünket, hogy igazak-e Jézus szavai az örök életről. Legyen a családban ilyenkor valaki, akinek eszébe jut a földbe hulló mag sorsa, amely csak akkor hoz új termést, ha látszólag elpusztul, belehal, odaadja addigi életét. Szeretteink halála csak innét nézve veszteség, onnét az új élet gazdagsága. Legyen bátorságunk Krisztus ígéretére hivatkozni, hogy aki benne hisz, nem hal meg örökké.
egymás apostolai legyünk akkor is, amikor látszólag hallgat az Isten, látszólag távol van, de valójában soha nincs olyan közel hozzánk, mint a fájdalomban, amikor soha nem tapasztalható új titkokat tár föl hallgatásában. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj. Föltámadod, amint megmondottad, hogy ég is föl, zenje alleluja. 15. állomás, Jézus harmadnapra feltámad. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Feltámadt Jézus, te a világ kiszolgáltatottsága elől a család védő menedékében jöttél e földre. Erősítsd meg a mi családjainkat is, hogy menedékei legyenek tagjaiknak, és otthonos legyél bennük te magad is. Add, hogy a család védelmében meg tudjunk küzdeni a világ rossz hatásaival, legyen erőnk a kereszt hordozására. Taníts meg velünk élő Jézusunk otthonainkat megbecsülni, a családi összetartozást, a szeretetet és tisztelet erényét növelni, a családi értékeket megőrizni. A szülők Szent József és a boldogságos Szűz Mária példáját követve szeressék egymást és gyermekeiket, de mindenek előtt téged, mennyei atyánk. A gyermekek az Úr Jézus őszinte, valóságos gyermekű lelkületéből tanuljanak igazi engedelmességet szüleik és mennyei atyánk iránt. Most különösen azokra gondoljunk és azokért imádkozzunk, akik családjainkban a legnehezebb keresztet hordozzák. Fogadd el egyházközségeink minden családjáért ezt a keresztútat. Amen. Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is. Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak! Istennek legyen hála! Jézus Krisztus! Mindenség királya, üdvünkre tár, szent keresztet hájva. Add, hogy mindig a nyomodban járjunk, egykor mennybe. Az április 13-án megrendezett Csongrád megyei vonós találkozó résztvevőinek közös fellépését tekinthetik meg a következőkben.
Erényel Fülöphez.